hogyan csinálják? Hamarosan a Hogyan csinálják-ban. Hogyan építenek olyan robotokat, amelyek a robotzsarunál is okosabbak és percenként elkészítenek egy autót? Hogyan használják a fák kérgét kedvenc italaink lezárásához? És hogyan használnak ősi planktonokat arra, hogy a tengerből korlátlan mennyiségű ivóvizet nyerjenek? Mi megmutatjuk, hogyan. A Hogyan csinálják-ban. Eljött a robotok kora. Lehet, hogy még nem száguldoznak a házunkban porolóval, de a gyárakban többé-kevésbé már átvették a hatalmat. Mindent ők gyártanak, az izzóktól az autókon át a darukig. Ám furcsa módon az egyetlen dolog, amire a robotok még nem képesek, a robotok gyártása. De akkor hogyan készítik őket? Manapság már több mint 1 millió robot dolgozik gyárakban, az emberek számára követhetetlen precizitással és gyorsasággal. A mechanikus csodamunkások száma pedig 100 000 darabbal nő minden évben. Ennek eredményeképpen a Tegnap luxus cikkeiből eldobható használati tárgyak lettek. A minőség javul és a mennyiség is növekszik. A BMW 500 000 négyzetméteres müncheni gyárában a karosszéria üzemben 650 robot 900 autót képes legyártani egyetlen nap alatt. Ám az autóépítő robotokat nem az autógyár készíti. A robotok innen a Kuka Robotics-tól, Augsburgból, Bajorországból származnak. 150 ember dolgozik a gyárban, és évente 10 000 robotot gyártanak le. Ám itt nem találni olyat, aki aggódik amiatt, hogy a robotok átveszik a hatalmat. Mint mindenki a cégnél, Udo Erat, a termelési igazgató is imádja a robotokat. A robotok mindig barátságosak az emberekkel, de az emberek nem mindig barátságosak a robotokkal. Nem tudom, hogy ez barátságos viselkedésnek számít-e, de ha valami balul sül el, az nem a robot hibája, hanem a programozójáé. Egy robot alkalmazásának a korlátja az emberi agy, nem pedig maga a robot. Ez a 2,5 tonnás robotvasút a világ első utasszállító robotja. 430 kg-ot képes felemelni, és 2 izgalomra vágyó embert pillanatok alatt képes meghánytatni. Lehet, hogy ez a robotkar lesz a jövő vásári mutatványa, ám az igazi munkát végző robotok, például az autóépítők, nem nagyon különböznek tőle. Nekik nincs szükségük olyan kiegészítőkre, mint fej vagy láb. A legtöbb ipari munkához elég egy kar és egy marok. Az autóépítő robotkar 750 darabból áll, ami háromszorosa az ember egész testében lévő csontok számának. Olyan, mint egy ember karja. A Kuka robotnak van válla, felső karja, alkarja és csuklója is, de egy törékeny emberi test helyett masszív alaphoz csatlakozik. Egy ember válla, könyöke és csuklója szinte végtelen mennyiségű különböző mozdulatra képes. Így hihetetlen mozgékonysággal tudjuk forgatni a csavarkulcsot. A robotkarban lévő illesztések csak egy tengely mentén tudnak forogni. A gépek ezt azzal kompenzálják, hogy 2-szer annyi illesztésük van, mint amennyi ízület az emberi karban. Azonban ahhoz, hogy egy ipari robot szuper termelékeny legyen, szuper rugalmasságra is szükség van. Izmok kellenek. Hogy kellőképpen ütős legyen, minden kart nem kevesebb, mint 6 darab erős szervómotorral szerelnek fel. Így egy robot egy közepes méretű autóló erejével rendelkezik, és 100-szoros forgatónyomatékkal, melynek segítségével a Kuka legnagyobb robotja 1300 kg-ot képes felemelni, és 3 méteres távolságba is elér. Ennyit a rugalmasságról és az erőről, de mi lesz a pontossággal? Ugye nem szeretnék, ha néhány béna óriás dolgozna a futószalagjukon? A robotok embertelen precizitása mögött a motorjuk áll.
A csuklókat működtető úgynevezett léptető motorok több elektromágnest is használnak, amik segítségével a fog egész pici töredékével tudják elmozdítani az adott végtagot. Ennek segítségével a robotkar 0,1 mm pontossággal tud ismételni mozgásokat. Erre még a legképzettebb szakember sem lenne képes. Ám az emberi munkásoknak van egy előnyük a robotokkal szemben, és ez a karjuk végén található. Egyetlen robot sem képes utánozni az emberi kéz különleges mozgékonyságát. Legalábbis még nem. Ezért a kukarobotok csalnak. Ahogy bigyó felügyelő, úgy ők is kicserélik a kezüket a munka jellegétől függően. A robotok ezekkel a kiegészítőkkel felszerelve bármit képesek elvégezni a hegesztés és fúrástól a ragasztásig és csavarozásig. Ám hiába teszünk a robot karjának végére hullámvasutat vagy lefolyótisztítót, egy dologra akkor sem lesz képes, hogy önállóan gondolkodjon. Valakinek meg kell mondania, hogy mit tegyen. Amikor az első digitális robotot beprogramozták 1961-ben, rengeteg számolgatásra és egy lakókocsi méretű számítógépre volt szükség. Manapság egy kezelő csak leül a PC elé, elbabrágat egy könnyen használható 3D-s tervező programmal, aztán elmenti a készművet egy pici memória portra. Már csak be kell dugni a portot a robot fülébe, és meg kell nyomni a start gombot. Anélkül, hogy nyavajogna amiatt, hogy megint ugyanazt kell csinálnia, vagy beteget jelentene, a robot munkába lendül. Vannak kétkedők, akik szerint egy robot sohasem fog Rembrandtot festeni, de ez csak azért van, mert Rembrandtnak nem volt laptopja és memóriaportja. A modern robotoknak akár kézzel is megmutathatjuk, mit tegyenek. Ők emlékezni fognak rá, és végre is hajtják a mozdulatot hibátlanul újra és újra. A kuka robot hadseregének újoncait elkülönített cellákban tesztelik, hát ha véletlenül valamelyik arra lett programozva, hogy lerombolja Seattle-t. Innen szállítják el őket aztán a világ minden táján lévő termelőegységekhez. A BMW karosszéria műhelyében a kuka robotok egy 11,8 km-es szalag mellett sorakoznak. 12 összehangolt kukarobotkar dolgozik össze, hogy elkészítsék egy vadonatúj autó teljes karosszériáját kevesebb, mint 3 perc alatt. Följebb egy robot, amit Rembrandt ükunokája programozhatott be, lefesti a karosszériát kevesebb, mint 5 perc alatt. De ne feledjük, egy robot csak annyira okos, mint az ember, aki készítette. Azaz mi emberek nagyon okosak vagyunk. Ami még hátra van, hogyan készítenek dugót fakérekből a legjobb borokhoz? És hogyan készítenek tengervízből ivóvizet fosszíliák segítségével? Várom önöket, hogy megtudják, hogyan is csinálják! Évente 25 milliárd liter bort hörpintünk fel, szürcsölünk el vagy gurítunk le a torkunkon. Ahhoz, hogy a bor ne váljon gyorsan ecetté, be kell dugaszolni az üveget. De vajon ezt hogyan csinálják? Reggel 8 óra, Herdarde das Ferrarias, Portugália. A hőmérséklet már most majdnem 30 fok. Ám ez a csapat nem az árnyék miatt veszi az irányt az erdő felé. A világon több mint 2 millió hektárnyi paratölgy erdő van, egyharmada itt, Portugáliában található. Több mint 400 éve használják ezeknek a különleges tölgyfáknak az egyedülállóan vízzáró és ruganyos kérgét minden típusú bor bedugaszolására, a Blue Nun-tól a Bollingerig. Ez a munkához türelem kell. A Quercus Suber tölgyfák parafa kérgét először 25 év után lehet learatni, és aztán újabb 9 évet várhatunk a következő adagra. Ez az üzletág nem kecsegtet gyors haszonnal. Az aratást óvatosan kell elvégezni, egy durva vágás és meghal a fa, ami 200 évig hozhatna parafát. Olyan erővel kell vágni, hogy átüssük a kérget, de az alatta lévő törzset ne sértsük meg.
Ezeket az embereket 5 évig képzik, mire képesített aratók lesznek. Egy ilyen páros akár évtizedekig is együtt dolgozhat, feltéve, ha megőrzi az ujjait. A fa életben tartása csak a kezdet. A jó dugókhoz jó nagy kéreg darabok kellenek. Ha úgy dolgoznak a fejszével, mint Conan a barbár, akkor csak forgács lesz a jutalmuk. Ahogy fáról fára haladnak, a férfiak ügyesen körbevágják a fa törzsét, és lehántják róla a parafaborítást. És mint mindig, a nőkre marad a feladat, hogy eltakarítsák a rumlit, amit a férfiak csinálnak, amikor ledobják a zsákmányt a talajra. 2 tapasztalt arató 10 perc alatt lecsupaszít egy fát, és ezzel naponta 1 tonna parafát gyűjtenek. Ez a mennyiség 65 000 üvegbor bedugaszolásához elegendő. Ám még korai lenne beleerőltetni egy bozsolés üvegbe. A parafát összegyűjtik és elszállítják az Amorim gyárba, Kurus városába. A parafa itt nagy halmokban áll. Így az anyag kiszárad és leüllepedik, ám egyúttal vonzza a port és a bogarakat is. Hogy megszabaduljanak a hivatlan látogatóktól, a parafát 2 tonnánként belógatják egy rozsdamentes acélkádba, egy 98 fokos fürdőre. A mosás során nem csak megtisztul a parafa, de ki is egyenesedik, emiatt később tökéletesen fog illeszkedni az üvegbe. Ennek a folyamatnak van egy remek mellékhatása is. Megakadályozza a gombák elszaporodását. Ha nem így lenne, a gombák szerves savakat termelhetnének. Amikor egy borszakértő megkóstol egy bort és panaszkodik, mert dugós, akkor az nem azt jelenti, hogy dugó darabok vannak benne, hanem hogy penészes szaga van. A rossz szagért pedig a TCA ciklus felel. Mint észrevehették, ezt a parafát még nem lenne könnyű belepréselni egy üvegbe. Ezért a parafalapokat szétválogatják és összehalmozzák, aztán pedig elszállítják a part mentén 280 kilométerre fekvő másik dugógyárba. Évente ez a gyár majdnem 1 millió dugót termel. Ez nagyjából az egész világ termelésének 1/10. A vastag kéreg elég kemény, és a feldarabolására használt fűrész könnyen lenyesi az ember ujjait, ha nem elég elővigyázatos. Ezért a parafavágók lánckesztyűt viselnek, nehogy az ember csúnya meglepetés érje, amikor kinyit egy üveg vörös bort és kiönti a palackból. Főzéshez használt borokhoz megfelel a géppel préselt dugó is. Ám a csúcsborokhoz szánt dugókat kézzel vágják ki egy pedállal hajtott lyukasztó segítségével. Ha felveszi a ritmust, minden egyes munkás kb. 14 000 dugót készít el egy műszak alatt, még az itt látható Thompson és Thompson páros is. Ám a dugók szállítása előtt még van néhány elvégzendő feladat. Nincs annál rosszabb, mint amikor veszünk egy jó bort, és aztán megszenvedünk a dugók iráncigálásával. Ezért a könnyebb használat érdekében egy gép egy szempillantás alatt lecsiszolja a dugókat. Ezután a dugóknak át kell menniük egy automata szkenneren, amely megszámolja a bennük lévő lyukakat. Minél kevesebb a lyuk, annál jobb minőségű a dugó. Miután átvilágították őket, egy mechanikus fújógép egy enyhe fuvallattal befújja őket a megfelelő ládába. A dugók végre elkészültek. Most ideje munkába állniuk. 13 millió dugó érkezik ide a José María de Fonseca borászatba, amely minden évben annyi csúcsminőségű bort termel, amennyivel 4 olimpiai méretű úszómedencét is meg lehetne tölteni. Az üvegeket megtöltik és felcímkézik, és aztán jöhetnek a dugók. Az elkészült bort bedobozolják, felpakolják, becsomagolják, és már is lehet inni őket, vagyis inkább majd 10 év múlva. Víz, ameddig csak a szem ellát, ám egy cseppje sem iható. A világ összes vizének majdnem 97%-a sós tengervíz, csupán 3% az ivóvíz. Képzeljük el, mi lenne, ha az összes sós vízből édes vizet tudnánk csinálni. A világ teljesen más volna. És ez megoldható.
Nos, vajon hogyan csinálják? Az Egyesült Államok nagy ország és rettentően szomjas. Egy tipikus amerikai naponta kb. 400 liter vizet használ ivásra, mosásra, főzéshez, kertészkedéshez, meg ilyesmikhez. Ebben az ütemben 40 év alatt kiihatnánk az egész Ontario tavat. Miután a napos állam Florida 10 éven át szenvedett a szárazságtól, új vízforrás felé fordult, a tengerhez. A gond csak az, hogy tengervizet inni halálosan veszélyes. Ha az óceán közepén rekedünk egy hajóban, ne feledjük, hogy 13-szor nagyobb esélyünk van meghalni, ha tengervizet iszunk, mint ha nem. Ez egy kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor sót hint valaki egy csigára. A tengeri só napok helyett órák alatt kiszárít minket. Az emberiség mindig is szeretett volna ivóvizet készíteni a tengervízből, csak eddig nem sikerült neki. Ám ezen a helyen, ami egyedülálló az Egyesült Államokban, a Tampa Bay-i tengervíz sótalanító telepen megoldották a problémát. 158 millió dollárba került a létrehozása, ám a telep 95 millió liter ivóvizet termel naponta, ha esik, ha fúj. Azt hihetnénk, hogy a folyamat a víz kiemelésével kezdődik a tengerből, de nem. Helyette inkább a szomszédtól kérnek tengervizet. Rögtön a telep mellett fekszik a Big Bend erőmű. Az erőmű 1,8 millió otthon számára termel elektromosságot. Ez a kolosszus 1,4 milliárd liter tengervizet szivattyúz ki a tampai öbölből minden nap, hogy lehűtse magát. Ebből 166 millió litert továbbad a sótalanító telepnek. Persze a tengerben nem csak só van. Találhatunk benne üledéket, halott csigákat, polip darabokat, kalózhajó törmeléket és még sok minden mást, amit csak el tudunk képzelni. Nem szívesen innánk meg ezt a zavaros löttyöt. Ezért a tengervíz először mozgó rácsokon halad át. Ezek a forgó panelek kiszűrik a kagylókat és más nagyobb törmelékeket is. Most, hogy már nincs, ami eldugítsa a csöveket, az átszűrt vizet átpumpálják az ülepítő medencékbe. Itt aztán a maradék üledéket vagy szerves anyagot, például az emberi ürüléket kémiai módszerrel szűrik ki. Az üzemeltetési igazgató Charles Carden elmagyarázza, hogyan. Olyan kémiai anyagokat adunk a vízhez, mint például a klór vagy a háztartásokban is használható fehérítő. Azt próbáljuk meg elérni, hogy a nagyobb részecskék összetapadjanak azáltal, hogy kémiai anyagokat vetünk be. Így nehezebbek lesznek, és szépen lesüllyednek a víz fenekére. Ám ez a víz még korán sem tiszta, és ahhoz, hogy ihassunk belőle, nagyon tisztának kell lennie. Ezért felszivattyúzzák és átpumpálják a természet vízszűrőjén, a homokon. A homok szűrőként viselkedik. Eltávolítja a 40 mikronnál nagyobb részecskéket, ami kisebb, mint az emberi haj átmérője. Most már legalább tisztának néz ki a víz, de a benne lévő mikrobák még mindig nagyon könnyen padlóra küldenének minket. Hogy megszabaduljanak a mini gonosztevőktől, egy ravasz csőrendszerre van szükség. Ezekben a csövekben úgynevezett kovaföld van. Ám a finom fehér por a csövekben egyáltalán nem föld, hanem a júra korszakban élt planktonok váza. Ezek az icili-piciri lények a dinoszauruszokkal éltek, például a brachiosaurusszal. Ha átfolyatjuk rajtuk a vizet, képesek kiszűrni akár a 0,1 mikron méretű részecskéket is. A szűrők naponta összesen 12 tonna leírhatatlan kinézetű anyagot szűrnek ki a tengervízből. Ám a víz még mindig csak tengervíz, és sós. Nagyon sós. Annyi só van a tengervízben, hogyha kivonnánk az összes sót az óceánokból, akkor egy kb. 40 emeletes irodaház vastagságú réteget hozna létre a föld felszínén. Ám a só kivonása nem könnyű feladat, mivel az feloldódott a vízben. Ehhez miniatűr szűrőkön passzírozzák át a vizet az úgynevezett fordított ozmózison.
7 magas nyomású pumpa, amelyeket egy 2250 lóerős motor hajt, átszivattyúzza a vizet egy 3 kilométeres szuper duplex rozsdamentes acélcsövön 69 báron. Az otthoni locsolócsövünknél ez 25-ször nagyobb nyomást jelent. A csöveken belül félig áteresztő membránok vannak, amelyek lyukainak átmérője az emberi haj átmérőjének 1/100000-e. Olyan sűrű mikroszkopikus szűrőként viselkednek, hogy csak az édesvíz tud áthatolni rajtuk. A csőben tulajdonképpen az történik, hogy a víz spirálisan halad a membrán körül. A víz elég kicsi ahhoz, hogy átjusson a pórusokon, és így be tud jutni a középen lévő üres csőbe. Tulajdonképpen ez az ivóvíz. A telepen 340.000 négyzetméternyi területen 10.000 membrán található. Ez 65 futballpályányi membránt jelent, amelyen 95 millió liter kristálytiszta, sómentes víz halad át minden nap. Ám még mielőtt túl izgatottak lennének, elárulom, hogy a sok munka után az átszűrt víz még mindig alkalmatlan emberi fogyasztásra. Ugyanis túlságosan savas, így tönkretenné a csöveket és vélhetően a beleinket is. A megoldás egy oldat. Oltott meszet oldanak fel a vízben, amitől az jóval lugosabb lesz. Ám mihelyt a víz finommá válik, a csúszómászók is felfedezik maguknak. Hogy kiírtsák őket, klóros csíraölőt adnak a vízhez ezekből a tartályokból. 5 résznyit 1 millió literhez. Ez pont elég a mini szörnyecskék megöléséhez, de kevés ahhoz, hogy csikarja egy kis baba pociát. Meglepő módon a tengertől a csapig tartó folyamat csak 1 óráig tart, és a régió ivóvízellátásának 10%-át már így biztosítják. Ám az igazi próba a víz ízének tesztelése. Ha nincs íze, akkor jól dolgoztak a telepen.